Szép estét kívánok mindenkinek, köszöntöm a Csenger TV nézőit, híreink következnek. Felhőszakadás, jégeső, pünköst hétfőn. Óriási mennyiségű eső zúdult városunkra hétfőn délután. A jég nem ismert kegyelmet egy meglehetősen széles sávban mély nyomot hagyott Szatmárban és az Erdőháton. Az eddigi összesítés alapján 21 település sújtott jégverés a hétfő kora esti viharban. A térségi katasztrófavédelmi igazgatóság keddi közleménye szerint a vihar miatt 10 esetben vonultak ki a megyében a tűzoltók, akiket a legtöbb esetben az útra borult fák eltávolításához riasztottak. Több hektárnyi gyümölcsös, uborkaföld, kiskonyhakert sokasága kapott óriási adagot az égi átokból. Pénteken adják át a városi uszodát. Május 29-én péntek délelőtt 10 órától kerül sor a Csenger város központjának funkcióbővítő fejlesztése című pályázat keretein belül megvalósított városi uszoda átadó ünnepségére. A Mazsoret csoport bemutatói után Csengerváros polgármestere Forján Zsolt, majd Hargitai András többszörös világ és európai bajnok beszámolója következik. Az ünnepi köszöntők után a Johanita segítőszolgálat egészségügyi tanácsadására és egészségügyi állapot felmérése is sor kerül, valamint különböző mozgásformák, kung-fu, csikung, botkám és boverájon bemutatóra. A nap eseményeiről bővebben a képújság oldalán tájékozódhatnak. Kőrösi Csoma Sándor szülőfalujában jártak a csengeri diákok. Erdélyi magyar irodalmi és történeti emlékek köré épített tematikus kiránduláson vehettek részt az általános iskola tanulói a közelmúltban. A kirándulás részleteiről Kazamér Tibor, a Makovec Imre általános iskola igazgatója adott tájékoztatást televíziónknak. Intézményünk mindig igyekszik kihasználni az összes pályázati lehetőséget két cél miatt. Az egyik az az, hogy a tanulóink részt tudjanak venni olyan programokon, ami a szülők pénztárcáját nem terheli, valamint a pedagógusokat olyan lehetőségekhez juttatni, amivel a szakmai munkájukat növelhetik. Városi gyermeknap. A Városi Művelődési Központ munkatársai már készülődnek a több napon át tartó gyermeknapi programsorozatra, amely május 26-ától május 29-e között kerül megrendezésre. Csengerváros önkormányzata segítségével kicsik és nagyok teljesen ingyenesen vehetnek részt a programokon, melyben a színházi előadás, népi táncház, kézműves foglalkozás is szerepel. Kedves nézőink, a programokról bővebb információt a Művelődési Központ honlapján, illetve Facebook oldalán találhatnak. Még 100 üzenetet várnak Nagygécbe. Lassan célegyenesbe fordul az építkezés Nagygécben, a Megmaradás temploma című projekt keretein belül felépülő emlékhely többek között egy Csenyus Lőrinc tervei alapján készülő organikus stílusú kilátó tornyot is tartalmaz. Emögött létesül az az emlékpark, melynek 200 emlékoszlopán a Kárpát-medence magyar településeiről érkezett üzenetek kerülnek elhelyezésre. A projekt munkatársai mindösszesen 100 üzenetet várnak még, hogy megteljen a 200 oszlop, míg az eddigi beérkezett üzenetek táblába vésése folyamatosan zajlik. Rangos kézilabda torna helyszíne volt a városi sportcsarnok. A május 23-án 6 csapat részvételével lezajlott eseményen mind a hölgyeknél, mind a férfiaknál 3-3 csapat mérhette össze tudását, ahol a házigazda Csenger VKC női csapatának sikerült begyűjtenie a torna győzelemért járó kupát, megelőzve a Nagykáló, valamint a határ túloldaláról érkező Túrtelebes együttesét. A torna szakmai színvonalát jól mutatja a résztvevő csapatok névsora, hiszen a férfiaknál igen erős mezőnyt sikerült összehozniuk a szervezőknek.
Az MB2 északkeleti csoportjában hibátlan teljesítménnyel bajnokságot nyerő Nyírbátor mellett a szintén igen komoly játékerőt képviselő magyar rendőrválogatott volt a Csenger VKC ellenfele. A csengeri csapatnak nincs oka szégyenkezésre, a jóval esélyesebb ellenfelek ellen lejátszott mérkőzését illetően, de a papírformának megfelelően a képzeletbeli dobogó harmadik fokára állhattak fel a hazaiak, míg az első hely sorsa egy végletekig kiélezett mérkőzésen dőlt el a nyírbátoriak javára. Ha valaki csak ezt az egy mérkőzést tekintette meg a nap folyamán, már akkor is megérte ellátogatni a tornára, hiszen igazi kézilabda csemegét láthattak a szurkolók. Veretlenül zárta a rájátszást a futsal csapat. Befejezte szereplését a futsal MB2 2014-15-ös szezonjában a Petőfi DSS-e együttese. A rájátszás utolsó mérkőzésén a budakalászi Limes Ese csapata látogatott Csengerbe. A két alakulat jóvoltából igazi gólparádéban lehetett része a találkozóra kilátogató több száz szurkolónak, hiszen 28 alkalommal rezdültek meg a hálók, amelyből 18-at vállaltak a hazai csapat játékosai, így 18-10 arányban az utolsó rájátszás mérkőzésüket is sikerrel vívták meg a csengeri fiúk. A találkozót követően a klub egy a szezon legszebb pillanatait felemelő vetítésre köszönte meg a szurkolóknak az egész éves támogatást. Magam és munkatársaim nevében is köszönöm a mai esti figyelmüket, további kellemes televíziózást, szép estét kívánok! Köszöntöm a Városi Televízió nézőit. Forrján Zsolttal, Csengerváros polgármesterével fogunk beszélgetni. Méghozzá olyan apropóból, ami már évtizedek óta nem volt városunk életében. Egy igen komoly beruházásra készül a város, amiről szeretnénk most egy kicsit többet megtudni. Üdvözlöm, polgármester úr! Milyen beruházásról van most szó? Én is köszöntöm szerkesztő urat, és köszöntöm a tisztelt csengeri lakosságot, kedves tévénézőket. Hát igen, elmúlt évtizedünk, azt mondom elmúlt 20 év legnagyobb munkahelyteremtő beruházására készülünk, mikor is 250 új munkahelyet szeretnénk most teremteni. A pályázatot beadtuk a belügyminisztériumhoz, és az elkövetkezendő napokon, egy-két heten belül döntés lesz. És ugye nagyon jó szakmai pályázatunk van, ezért gondoltam úgy, hogy eljövök mindenféleképpen a csengeri tévébe, és szeretném az embereket, a lakosságot tájékoztatni arról, hogy Csengerváros önkormányzata milyen pályázatra készült fel. Ez nem más, mint egy büntetés végrehajtás intézetnek a megépítése lenne. Ez az intézet megépítése helyileg, hogy megyünk Csengerből kifelé a körforgalom irányába, jobb oldal található a régi Vágóhíd, és a Vágóhíd után, tehát a körforgalom felé jobb oldalra épülne meg, egy 4 hektáros területet kellett felajánlani a belügyminisztérium pályázatára. A belügyminisztérium 9 ilyen intézetet építene meg, 40-en pályáztunk rá, 40 város adta be a pályázatát erre. Beadta Nyíregyháza, Tiszalök, Csengér, Kemecse, Újfehértó, a több város beadta, és gyakorlatilag ezek között megy most a verseny. Ami információnk van, az az, hogy nagyon jó szakmailag alá van támasztva a pályázatunk, és reméljük, hogy megfelelő támogatottsága is van ennek a pályázatnak.
A szakmai alátámasztottság az azt jelenti, hogy ide csak úgy lehetett bepályázni, hogyha megfelelő infrastruktúrával rendelkezünk, lehetőleg városi rang legyen, tehát ahol van rendőrség, mentő, tűzoltóság, egészségügyi ellátás, óvoda, iskola és különböző középületek. Ez azért fontos, mert 250 új munkahelyet szeretnénk Csengerből és a térségből feltölteni. Tehát egy ilyen büntetésvégrehajtás intézetben nem csak őrök kellenek az elmondások szerint, hanem szükséges egy komoly konyha kisegítőkkel, szükséges egy könyvelőiroda, szintén ott is különböző kollégákkal, szükséges egy nagyon komoly karbantartói álláskör, valamint gépkocsi vezetőkre is van szükség. És így áll össze ez a 250 fős munkahelyteremtés. Ez nagyon fontos, hogy elmondjam, hogy állami beruházás, állami fizetésük lesz az embereknek folyamatosan, kafetériával és nyugdíjas állással. Hiszen ez a munkahely, ez arról szól, hogy nem olyan, mint egy nagyon sok külföldi céget látunk a környezetünkben is, hogy gondol egyik nap egyet és másik nap kivonul egy fejlődő országba, hanem gyakorlatilag ez itt lesz 40 és 50 év múlva is. Sokan kérdezhetnék, hogy ebbe a börtönbe kik jönnek. Ugye kik, igen, lesznek, a, kik lesznek azok, akik majd megtöltik, hiszen ez egy 500 férőhelyes börtön lenne. Ide csak a szabálysértettek jönnének. Tehát azok, akik kis vétkezést tettek, hajtottak végre, tehát ide a gyilkosok meg az hasonlók nem jönnének. Egyrészt a határ miatt sem kapnánk fegyházat, tehát ez nem fegyház lesz, ez csak simán börtön lesz. És azok az emberek, akik ide megérkeznek, mivel oda körforgalom felé kiépítenénk meg, ott lenne két, az út két oldalán két-két buszmegálló, és a buszmegálló, tehát egy-egy buszmegálló két oldalra, ott leszállnak, bemegy az intézetbe, ugyanúgy a hozzátartozó is, meglátogatja a hozzátartozóit, visszamegy a buszmegállóba és el tud menni, tehát gyakorlatilag még a városban sem jönnének be, tehát a belvárosba vagy a város területére se kellene bejönni a hozzátartozóknak. Van erre valamilyen korlát, hogy hányan látogathatják a fogvatartottak? Igen, én megkérdeztem direkt, ugye sokan azt mondták, hogy hát ez olyan rossz lesz, mint egy területi kórház Máté szalkán, hogy oda majd biztos fognak menni nagyon sokan, 15-en, 20-an látogatni, ki tudja hányan csak egy személyhez, és akkor felbojdul majd a közbiztonság, és nem tudom én mi. Nem, ide egy-két fő jöhet. Tehát itt meg van határozva, hogy közvetlen hozzátartozó, ha az nincs, akkor a legközelebbi barátja mehet be hozzá, és fél évente egyszer. Tehát nem lehet az, hogy itt minden héten, minden nap, vagy reggel fel kell valaki, és úgy gondolja, hogy most megy és meglátogatja a hozzátartozóját. Tehát ilyen nem lehet. Ott nagyon szigorú katonás rend van, befelé abba a börtönbe lehet menni, de kifelé nagyon nehéz onnan jönni. A legmodernebb 21. századi technikával lesz felépítve, ez egy több milliárdos beruházás lesz, nagyon komoly őrzéssel, és még egyszer mondom, hogy onnan ki nem lehet járni. Állni. Nagyon fontos, hogy nem keverendő össze az idegenrendészeti szálláshelye. Az idegenrendészeti szálláshelynél ugye a következő van. Debrecenben nem semmiért tiltakoznak ellene. Megérkeznek a menekültek, betesznek egy szálláshelyre, de ő naponta kijárhat. Tehát kijárhat a területeken, Debrecen teli van velük, nyilván ez a közbiztonságra óriási hatása hat. Ez nem az lesz. Innen nem lehet kijönni, itt ha valaki oda bekerült, csak akkor jött ki a szabadságvesztését letöltötte. Tehát innen nem lehet kimászkálni ebből a börtönből. És még egyszer mondom, ide csak a szabálysértettek jönnének, azoknak kell letölteni azt a pár, két, három, négy éves büntetésüket, és utána, amikor szabadul, akkor hagyhatja el a települést. Amiért mert az önkormányzat beadni, és egyhangulóan megszavazta a testület is, és ebbe kérem a tisztelt lakosságnak is a támogatását. Egyrészt 250 munkahely, és ami itt fog maradni Csengerben, tehát nem vándorol ki, állami fizetéssel. A másik dolog pedig az, hogy gondoljunk abba bele, hogy ha elmegyünk Nyíregyházára, Nyíregyházán a belvárosban található ez a börtön, ugye a bíróság mögött. Ott sincsen semmiféle atrocitás, semmilyen probléma, sem a közbiztonság nem hagy ki. Debrecenbe, ha bemegyünk, Debrecenből kijövünk a vasútállomáson, szembe van pontosan a börtön épülete, ugye az is a Piac utcára megy rá, ott a sarkon található, ott sincsen gond. Ha Vácra gondolunk, Vácon a Dunaparton található, a belváros szélébe. Én képes voltam ezekbe a börtönökhez ellátogatni, Tiszalök, Vác. Vácon megkérdeztem az első italboltost, ugye szemben van, ők mindent tudnak, hogy mégis van-e valamilyen negatív hatása a városnak, mielőtt mi ezt a pályázat beadtuk, elmentem, körbejártam. Kinevetett a kis hölgy, azt mondja, hogy gyakorlatilag ez csak hoz a városnak, hiszen az ő unoköcs ott dolgozik, több százan ott dolgoznak, és ami nagyon fontos, hogy,
hogy az fegyház is egybe, tehát fegyház és börtön, nem csak sima börtön, amit mi kapnánk, és megkérdezte, mi van akkor, mikor szabadul onnan egy rab, hogy csinál-e valamit a városba, valamilyen negatív hatás hoz az a közbiztonságba, és nevetve mondta tovább, hogy örül az, ha befelül a buszra és hazamegy a szeretteihez, vagy a rokonaihoz, nemhogy még ott elkezden randalírozni, és utána soha nem tud kijönni abból az épületből, az életeit ott töltheti le. Tehát gyakorlatilag Vácon a börtön már, nem tudom, 60 éve biztos ott van, tehát ez egy nagyon régi börtön, és onnan még soha senki nem szabadult ki, és nem volt semmilyenféle negatív hatása. A következő dolog pedig az, hogy Vácon például börtönt 50 méter, mivel Dunaparti rálátás van, a legdrágább ingatlanok találhatók ott. Végig azt is mutatta nekem a hölgy, hogy gyakorlatilag ezek a legdrágább ingatlanok, tehát semmit nem befolyásol a turisztikai szezonban sem. De gondoljunk csak Budapestre. Budapesten több is van. A 10. kerületben van a legnagyobb börtön, de van több kerületben, Tököl ott van Budapest mellett, ott a fiatalkorúaknak a börtöne van. Tehát gyakorlatilag Pesten ugye él 2 millió ember. A város, ugye az ország legnagyobb város, a főváros, ugye Budapest, és ott sincs semmiféle negatív tényező, hiszen ott villamos jár előtt, különböző munkahelyek vannak szemben, lakótelepek, lakóparkok vannak szemben, és ott sincs semmilyen probléma, pedig ott, mondom, ott legalább egy 1500-2000 férő helyes van csak a 10. kerületben, hiszen annak se eleje, se hátulja éppen, amikor végigjártuk. Ugye én úgy gondolom, hogy ettől nem kell tartani, nem kell félni a lakosságnak, ennek ez a legnagyobb előjárója, hogy egy olyan beruházás jön Csengérbe, aminek pozitív hozadékai lehetnek. Beszéljünk kicsit ezekről a hozadékokról. Milyen új beruházásokat vonzhat még ide ez a börtön? Ugye 4 komoly céggel tárgyalunk. Ezeknek egy része zöldséggyümölcs feldolgozóiparban telepednének Csengérbe. Van, aki megy, alapanyagot akarja feldolgozni, van az egyéb zöldségeket, gyümölcsöket, és van olyan, aki erre épülő logisztikai bázist akar megépíteni az ipari parkba, ezért vettük most meg a területeket, és ezért bővítünk mi is, és emellé pedig egy kis lakatos üzem érkezne még. Az, hogy a feldolgozó ipar ide jön, az ezt erősíti, hiszen ott azért 500 fogvatartott, 250 munkahely, ott 750 embert kell reggel délbe esteltetni. Ezek az emberek, vagy ezek a vállalkozók, akik ide jönnek Csengérbe, ez még erősíti azt, hogy minél hamarabb jöjjenek az ipari parkba, és ők is foglalkoztassanak embereket, hiszen ők nyilván szeretnének oda beszállítani. A helyi emberek szeretnék szintén oda, a helyi vállalkozók, csengeri vállalkozók szállíthatnának be ebbe az intézetbe, és mi, amit a Csengerváros önkormányzata, a képviselőtestő tagsággal tovább gondoltunk, az az, hogy az állatokat szeretnénk kihelyezni a lakossághoz. Tehát sertést, hizlalni, malacokat, baromfit kihelyezni, és akkor felhizlalt a lakosság, mi egy vágóhidat építünk az ipari parkban, megvásároljuk tőlük, és ott az állatokat feldolgozás után pedig beszállítanánk a intézetnek a konyhájára. Tehát ebből jó járna a lakosság is, hiszen folyamatos bevétele lenne, mert ugye a sertéshúst akkor nem idegen cégtől venné meg, hanem azt mondaná, hogy az önkormányzat erre szervezne rá egy úgymond háztáji otthontartást, mikor elérte megfelelő súlyt, vágás és súlyt, akkor mi ezt felvásároljuk, vágóhidra bevisszük a saját vágóhidunkra, és akkor onnan folyamatosan tud bekerülni az intézet konyhájára. Ezért mondom azt, hogy rengeteg pozitív hozadéka van. Az is pozitív hozadék, hogy végre a fiataloknak meg tudjuk építeni, ugye már egy éve tervezzük a Kossuth utcai lakóparkot. A régi futballpályára. A régi focipályára, így van. Ha oda megépítjük, akkor azon fiatalok, aki nem csak a börtönbe fog elhelyezkedni, hanem itt akar bármelyik intézménybe vagy bármelyik vállalkozásnál dolgozni, akkor rögtön szolgálati lakást és önkormányzati lakást tudunk nekik utalni. Ha ezt a lakást odaadjuk nekik, akkor a fiatalokat segítettük az életbe azzal, hogy nem hitellel kell nekik elkezdeni rögtön, hanem tudnak gyereket vállalni, családot alapítani, és egy olyan önkormányzati lakásba lakni, ami új lakás, másfél-két szobás lakásokat építeni, és utána majd az elkövetkező időben vagy megvásárolja, vagy pedig ő maga a településen, hiszen nagyon sok eladó ingatlan van, vásárol, mert azt mondja, hogy munkahelyen van a városban, és én itt akarok dolgozni, itt akarok ma, itt tervezem a jövőmet. Ennek mehetünk tovább, megint további hozadéka van, bölcsődét kell bővíteni. Már annyira tele van a bölcsőd, hogy most se tudjuk a gyerekeket már elhelyezni, hiszen ugye most a mostani kormányrendelettel pedig azt hiszem 6 hónap után talán
már a gyerekeket bölcsődébe lehet adni, akkor ugye akinek munkahelye van, mindenki igyekezni fog, hogy vissza tudjon menni dolgozni, akkor ehhez nekünk a bölcsődei szobákat is növelni kell, szintén létszámbővítést tudunk ott is, akik foglalkoztatás alatt vannak, és amellett pedig, még egyszer mondom, itt tudjuk a fiatalokat tartani, itt tudnak maradni, hiszen akár az intézetben, akár azokon a munkahelyeken, amik körbe fogják ugye az ipari parkot venni, ezek a feldolgozó üzemek fog dolgozni, vagy bármelyik már meglévő vállalkozásnál, vagy intézményekben, akkor ő mind itt fog maradni, itt fogják ugye a pénzeiket költeni, itt fogják a különböző beruházásaikat megvalósítani, és Csenger lakossága növekedni fog. Csenger fejlődni fog, nem csak a város, hanem az egész térség. Ez egy állami beruházás, az mindig hozott. Nézzük meg Tiszalököt, el fog jönni majd a tiszalöki polgármester, és a Csengeri TV-be el fogja mondani, hogy mennyi pozitív hozadéka van annak, hogy Tiszalökön 2000 vagy 2001-ben megépült az a bőrdön. Ráadásul dr. Lebujós Imre, aki a Móricz Zsigmond utcán nőtt fel, sokan emlékeznek rá, Imre ott a parancsnok helyettes, azt hiszem századosi rangban van, aki a tiszalöki börtönben dolgozik, mint nevelőtiszt. Imre is el fog jönni az igazgató úrral együtt, tábornok úrral együtt, és el fogják mondani, hogy abban a börtönben, vagy itt majd a Csengeri börtönben, amennyiben a pályázaton pozitívan szerepelünk, akkor milyen pozitív hozadéka lesz egyrészt az ott dolgozóknak, másrészt pedig az egész városra milyen kihatással lesz, és az egész térségre. Tehát én azért kérem a tisztelt lakosságot, hogy nyilván mindenki jót akar, én is itt szeretnék letelepedni, itt akarok családot alapítani, tehát olyan döntéseket nem hoznánk, ami Csenger lakosságát negatív irányba befolyásolná, de ez a legfontosabb, hogy a munkahelyeket tudjuk megvalósítani, és ha van lehetőség most már, pedig van arra, hogy állami beruházást hozzunk, állami munkahelyet, és ha pozitívan fogják elbírálni a pályázatunkat, akkor én arra kérem a tisztelt lakosság, hogy támogassák azt, tudjuk megépíteni, hogy minél több család tudjon itt maradni a településünkön és a térségünkben. Ha már a pozitív hozadékokról szót ejtettünk, közelítsük meg most egy picit másik oldaláról is a dolgot. Szintén pozitív hozadéka lenne, elképzelhető, hogy a gyorsforgalmi út leérne Csengerig egy ilyen szintű állami beruházás kapcsán, illetve hogy rendőrkapitányságot kapna a város. Igen, tehát az is egy régi álom, tehát mindig, Csenger mindig azt mondta, hogy próbáljunk önállósodni. Mikor pár évvel ezelőtt, 3 évvel ezelőtt lehetőség volt arra, hogy beadjuk a pályázatot, a kérelmet, hogy Csenger újra legyen járási székhely. Óriási harc ment érte, hiszen azt mondták, hogy mi vagyunk a legkisebb térség, legkisebb járás, tehát 11 településsel, 14 000 lakossal. Azt mondták, hogy ez annyira kevés, hogy ide nem nagyon adnak járást. Na, nagyon sokat mentünk utána, ki tudtuk vívni, ki tudtuk harcolni. Mit értünk el vele? Megkaptuk, ugye, megmaradt az okmányiroda, emelték a rendőrség és a határőrségnek a létszámát, most járási úszodát nyertünk rá, tehát rengeteg pozitív hozadéka volt. Ahogy szerkesztő úr, te is mondod, tehát az a lényege, hogy ezzel akár egy rendőrkapitányságot is kaphatunk az elkövetkezendő években, amennyiben ez a büntetés végrehajtás intézet megépült, tehát önállósítani tudjuk szintén magunkat, és az sem lehetetlen, hogy el tudunk menni akár egy ügyészség irányába is, ami ugye Máté Szalkán Fehérgyarmaton van, és akkor lehet, hogy lehetne Csengérben, a rendőrség emeleti részén még van hely, ahol meg lehetne ezeket valósítani. És említetted a gyorsforgalmi utat, a gyorsforgalmi utat biztos vagyok benne, hogy ez megpörgetné. Tehát az, mikor valaki ide tesz a saját beruházását, egy állam, ugye a saját pénzét teszi bele, saját embereit fogja ott foglalkoztatni, biztos vagyok benne, hogy felgyorsulna annak az útnak az építése, amit már itt a térségben nagyon sokan várunk, akár határon túlra, akár innen, hiszen most a mostani utakon járni már lehetetlen, nagyon sok településen keresztül olyan forgalom van rajta, hogy innen eljutni az autópályáig Őrig, sokszor 45-50 perc, és onnan Nyíregyházára meg csak 15 perc azon az autópályán, tehát ennyit jelent az, mikor egy autóút vagy egy autópálya megépül, úgyhogy mindenféleképpen ezeknek egyéb pozitív hozadékai is lesznek, amit, sőt, olyan hozadékai is lesznek, amit még nem is tudunk, olyan pozitív hozadékai, de menet közben ezek megvalósulnak, úgyhogy én azért is el fogom hívni a tiszalöki kollégámat, mondja el, hogy mit jelentett nekik ez az intézmény az életükbe, el fogom hívni az ottani parancsnokot és a helyettesét, aki szintén csengeri lakos,
És azt tudni kell, hogy Csengerből legalább 40-50-en dolgoznak büntetés végrehajtási intézetekbe fiatalok, őket is meg lehet kérdezni, sőt, jöttek is haza, meg fognak is hazajönni, már sokan érdeklődnek, hogy hazajönnének, hogyha itt megnyernénk ezt a pályázatot és megépülne, mert nem kell nekik albérletet kivenni Budapesten, Debrecenbe, hanem ide jönnének, nekik már megvan a képzettségük, és ők segítenének azon fiataloknak, vagy azon családosoknak, akik itt laknak Csengerbe, és az átképzést meg kell csinálni, akkor segítenek abba, hogy legyen meg az átképzés minél hamarabb. A rabok is dolgoznak egy ilyen büntetésvégrehajtási intézményben. Mit csinálnának itt a rabok Csengerben? Igen, onnan ki, ahogy mondtam, nem jöhetnek, viszont bent dolgozhatnak, és kötelező is nekik dolgozni. És talán Csenger lenne egy olyan büntetésvégrehajtási intézmény, ami példaképe lehetne a többinek, gyakorlatilag önfenntartóvá kezdene válni. A csengeri cipőgyár ügyvezető igazgatóval Juhász János úrral beszélgettünk, ugye a cipőgyár több börtönben is gyártat. Azt hiszem Sátoronajóújhelyen, Nyíregyházán, Debrecenben. És Csengerben ugyanúgy tudna gyártatni ez a gyár, és neki nem kellene az alapanyagot akkor elhordani máshova, hanem bent a börtön falain belül, és amit keresnek ott az ott dolgozók, akkor azt a bevételt ugye megkapná az intézet. És ebből az ő étkeztetéseikre, az ő rezsiköltségeikre, tehát az intézmény rezsiköltségére tudnának fordítani, és nem kerülne olyan sokba az államnak, mint egy olyan intézetbe, ahol nem tudnak semmilyen munkát bevinni nekik dolgozni, vagy csak időszakos munkát tudnának kapni, hanem itt az a munkát, amit jelen pillanatban is végeznek Nyíregyházán vagy Debrecenbe, akkor az jöjjön Csengerbe, de nyilván ez igazgatónak a döntése lesz majd, akkor itt meg lehet valósítani. Aztán egyéb állami megrendelések is szoktak nekik lenni. Látjuk azt a közfoglalkozatási programban, hogy bakkancsot, ruhát, stb. A sokszor ki van jelölve, melyik börtönből kell megvásárolni, azon rabok varják meg, és akkor azokat kell méret szerint megrendelni az önkormányzatoknak. Tehát több olyan beruházás is lenne nekik, vagy egy munkavégzés, ami állami feladatokat látna el, még a vállalkozói feladatok mellett, de onnan ki nyilván nem jöhetnek. Egy megvalósulás előtt álló projektről beszélgettünk, de van nekünk már egy olyan, ami meg is valósult. Polgármester úr már érintőlegesen szót ejtett róla, hiszen átadásra került a városi uszoda az elmúlt hét péntekén. Hogy érte ezt meg, polgármester úr, hogy hát, sikerült? Igen, tehát köszönöm szerkesztő úrnak, hogy felhoztad. Ez biztos, hogy egy 20 éves álom valósult meg Csengerben. Én még ott tanultam meg a régi uszodában úszni. Ahogy én is. Igen, ami gyakorlatilag abban az időszakban az egy nagyon komoly kis uszoda volt, az akkori kornak a legmegfelelőbb uszodája volt. Mára már az sajnos nem kapna engedélyt, szétfagyott, tönkrement, a fabarak ledőlt, elkorhadt, tehát semmi nem maradt meg a régiekből, amit fel tudtunk volna használni, ezért teljesen szét kellett bontani, és új úszómedencét kellett építeni. És ez az új úszómedence már fűthető, feszített víztökrő és automata vegyszerkezelésű, tehát automata tisztító berendezés van benne, amit az ANTS 21. században már kér, vagy az Európai Unió már kér, tehát a régi rendszerrel ezt nem tudtuk volna, hiszen azt nem lehetett melegíteni azt a vizet. Emlékszek rá, amikor azt megengedték vízzel, akkor 3-4 napig felé se tudtunk menni, mert várták, hogy a nap felmelegítse, és utána tudtunk menni úszni. De abban az időben az is jó volt. Most nyilván már az igények is másabbak, és azért rengeteg fiataljaink vannak itt, tehát azért 650 általános iskolás van, közel 400 gimnazista, közel 300 óvodás van, tehát ezen gyerekeknek valahol meg kell tanulni úszni, mert sokszor megtanulnak az környezet, szomszéd faluba pályadom, hogy Szalkán, de azzal csak megtanulnak úszni, de úszni nem tudnak, hiszen az egy tanmedence, amiben megtanulnak. De itt Csengerben, ebben az úszodában már folyamatos úszásoktatást is lehet szervezni nyáron, és ugye a nyári szabadidejüket is a nyári szünidőben el tudják ott tölteni majd a helyi családok és gyerekek, és erre szeretnénk ráépíteni azt, amit most megnyertünk, járási úszodát, hogy fedett úszoda lenne, két medencével, lenne benne szintén egy 25-ös medence, és lenne benne egy tanmedence. A tanmedencében megtanulnak úszni a kicsi gyerekek, és utána már úszni tudnak a nagy medencébe. Viszont a nagy medence olyan szabványos medence lesz, az úszómedence, hogy abban vízipóló osztályt is lehet, vagy szakosztályt lehet majd kinevelni a gyerekekből, és mint ahogy itt a
világbajnok úr mondta, Hargitay úr mondta, reméli, hogy innen is kerülnek ki majd nagyon sok Európa világbajnokok, majd, vagy akár, ha csak tényleg a mindennapi sportra fel tudjuk használni, vagy rekreációra, akkor már tettünk valamit. Viszont a fedett, vagy a nyitott medence mellé még szeretnénk egy gyerekmedencét, és szeretnénk még építeni egy termálvizes felnőtt medencét is, ehhez meg kell fúrjuk a termálvizet, gyógyvízé tudjuk minősíteni, és az idősebb generáció számára is akkor tudunk fürdési lehetőséget adni. Tehát lejön egy család, az idősek meg tudnak a meleg vízbe mártózni, tudnak fürödni. Az a termálvíz, ami nekünk van, bevizsgálták, az nagyon jó magas vérnyomásra, érrendszeri megbetegedésekre, valamint ízületre, ízületi fájdalmak kezelésére jó. És nyilván ezt, mikor gyógyvízé minősítjük, akkor utána ezt TB finanszírozásba betéve is tovább tudjuk terjeszteni, és akkor már nem kell hévízre járni, meg hajdúszoboszlóra a betegeknek, meg az időseknek, hanem itt Csengerbe is meg tudja kapni ezt a kezelést, hiszen ezt a termálvizet a fedett medencébe is be tudjuk onnantól kezdve vezetni. Sőt, mi több, a termál fűtéssel, tehát maga a hővel, nem a vízzel, hanem a termálvíz hőjével tudjuk a fedett uszodát is fűteni onnantól kezdve. És egy komplex sportközpontot tudunk így kialakítani. Nyilván még akarunk teniszpályákat építeni, valamint rekordtámfutó pályát, mert arra nagyon nagy szükség van, még a régi salakpályán futnak a diákok és a gyerekek, és ott egy olyan komoly centrumot tudunk kialakítani, ami méltó egy városi ranghoz, vagy egy járási ranghoz. Ugye több mint 400 millió forintról beszélünk, ahogy a megnyitón is elhangzott. Hová épülne egészen pontosan ez az új fedett uszoda? Makovec Imre bácsinak volt egy nagy álma, hogy a városközpontot le kell zárni. Gyakorlatilag az most nyitott, ahogy megyünk a Szent István téren, elhagyjuk a szobrot, ugye lenézünk a focipályára, vagy a sportkomplexumra, akkor el lehet látni egész a füzesig, vagy el lehet látni a töltését, tehát nincs lezárva az a központ. És neki az volt az álma, hogy ezt az uszodát, amit ő nekünk tervezett, ezt az uszodát oda építsük le a focipálya helyére, és ott zárjuk le ezt a tért. Na most gyakorlatilag ez oda kerülne. Imre bácsinak azon álma is megvalósul, hogy az ő csapatai tervezték meg, hiszen organikus épület lesz. Turi Attiláék kezdték meg, Csernyus Lőrincék ennek a tervezését, Csernyus Lőrincnek a vezetésével, és ez teljesen tájba illő uszoda lesz, amit úgy gondolunk, hogy nem szabad eldugni, hiszen ide akartuk a sportcsarnok mellé tenni, de azt mondtuk, hogy ilyen gyönyörű épületet nem szabad eldugni, hanem tényleg ezt meg kell mutatni azon emberek számára, akik a városban látogatnak. Egy egyedi, teljesen egyedi lesz Csengérre, a homlokzat kialakítva, és odaépítenénk le, hogy ott egy komoly fürdőkomplexum legyen. A sportpálya ugye így felszámolásra kerülne, a régi diák sporttelep. Hova lenne áthelyezve a futópálya? Vagy esetleg egy új edzőpálya is létesül? Igen, van területünk a centerpálya melletti részen, és szeretnénk még ingatlanokat vásárolni, ahova majd megépítenénk a futópályát, és megépítenénk a gyakorló focipályát. Jövőre fogunk építeni egy műfős pályát, azt már megnyertük pályázaton. Most azon megy még a harc, hogy mi a 70% visszatérítő támogatást kaptunk, hogy jó lenne, hogyha 90% támogatást kapnánk rá, úgyhogy most ezért megy a húzóvona. Hát bízunk benne, hogy 10% saját erővel meg fogjuk húzni ennek a pályának az építését is. Örömteli dolgokról beszélgettünk az elmúlt percekben, viszont van valami, ami kevésbé örömteli, ugyanis az időjárás nem volt kegyes az itteni gazdákhoz elsősorban, hiszen jókora jégeső sújtotta a környékünket. Számíthatnak-e a gazdák valamilyen kárpótlásra, vagy segít-e az önkormányzat, amiben tud? Igen, pünköst hétfőjén volt pont a jég, ami érte Csengert és az egész térséget is le az Erdőhát irányába, ugye Szatmárnémeti Nagybány irányába érkezett ez a rettenetes időjárás. Pont kedre hívtam össze, már egy héttel ezelőtt a líder megbeszélést, a mezőgazdasági vállalkozókat, egyéb vállalkozókat, civil szervezeteket, hiszen helyi lídert akarunk alakítani, és ott azon gazdák, akik el tudtak jönni, ott már meg is beszéltük, hogy hogyan tovább. Kedden arra jutottunk a helyi gazdákkal,
hogy a minisztériumnak, miniszter úrnak, a Földművelési Miniszter felé, a Comba Sándor munkügyi államtitkárnak, a megyei közgyűlés elnökének, országgyűlési képviselő úrnak, mindenkinek fogunk egy-egy tájékoztatást és egy kérelmet írni. Ezt a kérelmet már eljuttattuk, a MAGOSZ elnöke is aláírta, én is aláírtam, hogy tájékoztattuk azzal kapcsolatosan, hogy hány százalékos jégkár keletkezett Csengerben, valamint a térségben, mely településeket érintette, amely Csengerhez tartozik ugye a járás vagy a kistérség területén, valamint milyen kárigényt szeretnénk, tehát elmondtuk azt, hogy jó lenne, hogyha olyan szintű kártalanítás érni a gazdákat, hogy a tényleges kárt kapnák meg, vagy fizetnék ki, ami érintette őket, és nem az elmúlt év átlagaiból kiszámolva lenne nekik egy káresemény. Nyilván ezt majd a minisztériumban fogják eldönteni, mi ezt írtuk le, valamint kértük azt, hogy rövid távon, rövid középtávon, hogyha olyan támogatások lennének kiírva, ami jéghálórendszer telepítésére lehetne az almások fölé, akár egy 70-75%-os támogatással, az is már egy megoldás jelenthetne, hiszen akkor már tudnák védeni a termékeiket. Én Rácz Imre megyei igazgató úrral is beszéltem, ő azt mondta, hogy országosan elindítottak egy olyan programot, hogy lefednék az egész országot jégágyúval, és úgy lenne védve az ország. Ez nem tudom mennyire kivitelezhető, hiszen ugye emellett szólnak érvek és ellenérvek, mellette szól az, hogy valóban el tud egy komolyabb felhőt lőni, viszont emiatt nem biztos, hogy eső is fog abba a térségbe esni, lehet, hogy ellövi azt a felleget vagy felhőt, ami esőfelhő lenne, és lehet, hogy pont azonban a térségben akkor egy szárazság idején ugye a szántóföldi növénykultúrára fog kihagyni, mert lehet, hogy a gyümölcsösöket megvédtük, de a szántóföldi növénykultúrát akkor nem fog csapadékot kapni, és mivel azok nincsenek öntözve, én nem látok sehol se, hogy nagyon minimális a térségbe, ezért ott a szárazság miatt ugye óriási termés kiesések lehetnek. Tehát ezt komplexen kell vizsgálni, mind a zöldséggyümölcsöt, mind pedig a szántóföldi növénykultúrát, és mikor a szakemberek ebbe leültek és megnézték, hogy mi az a megoldás, amivel meg lehet valósítani, én most is azt mondom, hogy a gyümölcsösöknél ugye a jégháló lenne az a legfontosabb, hogy legyen ilyen pályázat és ezt szereljék fel, és nyilván a szántóföldi kultúráknál pedig meg kell vizsgálni azt, amit igazgató mondott, hogy hogyan kivitelezhető az országos szinten, de nyilván ez a gazdák megkérdezésével együtt lehet csak megvalósítani. Tehát mi beleírtuk, mondom, a pályázati támogatást is ebbe a úgymond kérelembe, és kértük azt a minisztériumtól, és kértük azt a megyei közgyűléstől, megyei közgyűlés elnökétől, hogy minél hathatóbb segítséget nyújtson Csengernek és a térségnek, hiszen nagyon sok gyümölcsös, nagyon sok kertet, szántóföldi kultúrát is 100%-ban érintett a jégverés, több önkormányzati épületet is érintett, nekünk például nagykéci beruházást is érintette, és ez ami sajnálatos dolog, és most azt látjuk, hogy mivel a időjárás teljesen megváltozott, és ez a globális felmelegedés, és ez a globális klimatikus tényező, amit kihat mindenre, ez sajnos évente lehet rá várni, és évente lehet azzal számolni, hogy vagy egy nagy szárazság, nagy aszály érkezik, vagy pedig egy ilyen jeges év, mikor még mindig az előrejelzősök azt mondják, hogy júliusban, augusztusban is nagy jegek várhatóak, és akkor végképp nem tudjuk még azt a termést sem megvédeni, ami esetleg még most kevés jeget kapott, vagy nem kapott annyit, mert a sávban nem esett bele, de lehet, hogy innentől kezdve azt is el fogja jégverni. Tehát ezek nem kicsi dolgok, és azért fontosak, hogy ebbe minél hathatóbban kapjuk meg a segítséget, mert ugye most nagyon sok gazda azt mondta, hogy akiknek van 4-5 emberük felvéve, el kell ezt nekik küldeni, hiszen olykor nagy volt a pusztulás a kertjükbe, hogy nem fogják tudni őket finanszírozni, fizetni, és ezért ezt elküldtük Comba Sándor államtitkár úrnak is, hogy ebbe segítséget, támogatást nyújtson, vagy nekik a gazdáknak közvetlenül, vagy közvetetten önkormányzaton keresztül, hogy azon emberek, akiket elküldik, akkor ők ne legyenek kenyér nélkül, fizetés nélkül a családjaik a következő évig, hanem kapják meg a támogatást. Azt is leírtuk, hogy sajnos nagyon sok esetben a jövő évi termőrügyeket is érintette. Hát a tojás nagyságú jég volt, az vert mindent, az ágakat hasított le, levelet levert, volt olyan alma, vagy dió, vagy meggyé, figyeltem, ami ketté vágta a gyümölcsöst. Tehát abból semmi nem lesz, az lerothad, leesik, és utána még a kórokozók fognak a fán terjedni, ezért kell minél több rezes szerrel ilyenkor kezelni a fákat.
sajnos csak védeni tudják most már a fát, de a gyümölcs termésből nem lesz nekik semmiféle bevétel, vagy nagyon-nagyon minimális lesz, akinek nem volt olyan vesztesége. Azok a gazdák, akik nem voltak jelen ezen a megbeszélésen, kihez fordulhatnak információért? Igen, nagyon fontos. A falugazdásszal, Palival felvettem a kapcsolatot. Pali már mindenkit szerintem azóta elért, valamint mindenkit arra kérek, hogy menjenek be a gápához, a falugazdász úrhoz. Ő az, aki felveszi ezeket a károkat, hiszen 15 napon belül fel lehet a káreseményeket venni, és továbbítják Nyíregyháza felé, Nyíregyháza pedig a minisztérium felé. Tehát tudnak erről a károt, csak a pontos kárbecslést, ez legalább a gazdák jelentsék be, és utána gondolom minisztériumi szinten, mint hogy volt már korábban, és az MVH, Magyar Vidékfejlesztési Hivatal fog leküldeni szakembereket, végig fogják járni a kerteket, és megállapítják azt a termés pusztulás vagy terméskárt, amely a jégverés okozott. Említette polgármester úr, hogy Csengerben is megalakult a líder csoport, most már ez a neve, ezeknek már nem egyesületek vannak. Mi most fogunk megalakulni, hanem gyakorlatilag én a csengeri gazdákat, vállalkozókat, civileket, egyházakat hívtam össze, hiszen úgy áll össze egy ilyen líder szervezet, hogy egyharmad vállalkozás, egyharmad önkormányzati támogatás és egyharmad civil támogatással áll össze a kerek egész így, a háromharmad így áll össze. Hogy mi is ez a líder? Emlékeznek rá a kedves nézők, hogy valamikor három kistérségből alakult meg Pátyodi központtal a Szatmár Líder Közhasznú Egyesület. Ennek az volt a feladata, hogyha a térségben a vállalkozóknak, civileknek, egyházaknak, magánszemélyeknek volt egy jó ötlete, úgy tudom, hogy boltot akart fejleszteni, hűtőt akart benne cserélni, bővíteni, embert akart fellenni, és arra pénzt akart kérni, akkor ő ezt leírta annak a líder szervezetnek, és írta ki pályázatokat. Na most Csenger városa ugyanezt szeretné, hogy a 11 település, a csengeri kistérség kiválunk a Szatmár Líderből. Mi saját magunknak szeretnénk azt megoldani, hogy ide jöjjenek be ezek az igények. Ha most megalakítol a líder az elkövetkezendő napokban, akkor csinálunk kell egy fejlesztési stratégiát. Ebbe a fejlesztési stratégiát, azt úgy hívják, hogy HFS, helyi fejlesztési stratégia. Ebbe a stratégiába kell beleépíteni, hogy melyik vállalkozás, vagy melyik civil mit szeretne megvalósítani. Csónakot akar vásárolni, templomot akar felújítani, régi épületet akar felújítani, közösségi házat akar építeni, vagy még egyszer mondom, tehát vegyesboltot akar bővíteni, akkor ezeket le kell írni, ezt összegezzük, betesszük ebbe a fejlesztési stratégiába, és így akarjuk a pályázatokat kiírni. Nyilván, ha az ágazati pénzekben, az ágazati pályázatokban már lesz egy ilyen kiírás, akkor mi nem írhatjuk ki, hiszen kettős finanszírozás nem lehet. Tehát az, hogy kiírják például a GINOB-ba, ez a gazdasági program, mit tudom én, boltfejlesztése, kis boltfejlesztése, akkor mi már a líderen belül nem írhatjuk ki. Ha nem írják ki, akkor viszont mi írhatjuk ki a líder. Tehát figyelni kell a kettőt egymásra, a Brüsszelbe ezt mindig jóvá kell hagyatni, és azért hoztuk ezt létre, mert mindig a nagy ágazati pályázatoknál a kicsik sosem fértek ebbe be. Tehát mindig úgy voltak a kisvállalkozók, hogy hát 10 000 alatti település már akkor nem pályázhatott. Hát nincs bevételem, mert kértek, hogy 200 millió árbevétel, nyilván annyi honnan lennék is boltosnak, nem tudott bepályázni. És ezért akarunk lídert saját magunknak készíteni, hogy megkapjuk a megfelelő állami és uniós támogatást Csenger, és mikor kiírtuk ezt a pályázatot, be lehet hozzánk pályázni, és itt lenne gyakorlatilag úgymond a pályázati támogatás, helyből lenne a kifizetés, és helyből lenne a döntés is. Tehát a 11 önkormányzat, a 11 település, a 11 település civiljeiből, vállalkozóiból és magánszemélyéből alakulna meg az a líder. Ez nem egy zárt csoport, tehát bármikor be lehet lépni, bárki beléphet ebbe a líder közösségbe, csak mondom, az egyharmados arányokat nekünk tartani ki, az uniónak ennyi a kitétje, hogy ne legyen több szavazati jog egyiknél és a másiknál, hanem megfelelő szavazati jogban álljon össze. Ennek lesz majd egy elnöksége, és Csengerbe szeretnénk a központ irodáját megvalósítani, és mégis mondom, akinek egy jó ötlet elképzelés van, bejön, elmondja, hogy ő ezt meg ezt szeretne fejleszteni, erre a szüksége, de a nagy pályázatokban ő ezt nem látta idáig se, és nem látja, akkor írjuk ki mi ezt a pályázatot. Tehát mégis mondom, ne kelljen neki hitelből fejleszteni, hanem próbáljuk meg támogatni.
Erről, hogy mennyi pénzt fogunk kapni, még nem tudjuk. Itt az 1 milliárd, 300 millió, mindenféle összeget hallottunk. Attól függ, hogy a turisztika is rajtunk fog-e menni, keresztül megy-e rajtunk, vagy ha nem, tehát a turisztikai pályázatok nem rajtunk, akkor nyilván ez összeg csökken. Ha a turisztika rajtunk fog menni, akkor közel 1 milliárd forintot is kaphat a csengeri kistérség, vagy csengeri járás arra, hogy tudjuk a saját vállalkozóinkat, civileinket, egyházainkat és magánszemélyeket támogatni. Ebből a LEADER pénzből épült meg például az Osvádház, csak hogy mondjam, az önkormányzat részéről. Ebből épült meg lent a futballpályán az ifjúsági szálló, és ebből épültek meg egyes vállalkozóknak a bővítései Csengerbe is. Arra nem vagyok felhatalmaz, hogy elmondhassam, nyilván vannak olyan helyi vállalkozók, akik tudtak ebbe pályázni, és ebből tudtak bővíteni, fejleszteni, és azt szeretném, hogy minél többen tudjanak itt a csengeri vállalkozók közül is fejleszteni, bővíteni. Reméljük, hogy ez most már meg fog alakulni. Az azt jelenti, hogy jövő ez év végére az irányító hatóság bejegyzi a csengeri LEADER-t, és talán jövő év elejétől már mint LEADER tudunk működni, és tudunk jövő évben pályázatokat kiírni. Már most is várják a megvalósítandó ötleteket, hogy ha abban a pillanatban, hogy kijön egy pályázat, már lehessen esetleg Akár most is be lehet hozni hozzánk az önkormányzathoz, be lehet adni leírva ezeket az ötleteket, mi már gyűjtjük össze, hogy ne bármikor be lehet tenni, hiszen a helyi fejlesztési stratégia megírásához, megvalósításához ezek kellenek. Tehát ezeket már be kell tenni. És akkor azokat írjuk ki, amire itt szükség van. Tehát nem olyan pályázat írunk le, amire senki nem pályázik, mert mi hülyeséget írtak, ezek már megint kérem, mert megint nem tudunk pályázni, hanem olyanokat írunk ki, amire itt a legnagyobb szükség van a helyi vállalkozóknál is, és akkor mondják meg ők, hogy mire szeretnének, és akkor azt próbáljuk meg ki. Nyilván még egyszer mondom, az uniós pályázati támogatási kereteken belül, valamint a jogszabályokon belül, tehát azokat nem tudjuk átlépni természetesen. Még egy dologról beszélgessünk, polgármester úr. Elhangzott már, hogy Nagygécben a megmaradás temploma projektjében is nagy kárt tett az időjárás, de kicsit beszélgessünk róla, hogy mi is ez egészen pontosan, illetve hogy mikorra készülhet el. Hát igen, sajnos ért a jég Nagygécet is, nem, még talán jobban, mint Csengert, és mivel ez Csengernek a beruházása, ugye az önkormányzat hogyan gondolkodott, mikor? Egyet láttunk, hogy a templom össze fog borulni. Azt mondtuk, hogy ez a térség szégyene, hogy a térségünk legrégebbi temploma, az 1200-as évek elejéről már írás van róla, hogy az ott állt, és úgy néz ki, ahogy kinéz. Azt mondtuk, hogy legalább ezt fel kell újítani, rendbe kell tenni, tehát nem hagyhatunk egy-egy. Hát gondoljunk csak bele abba, hogy Amerikába, az Amerika Egyesült Államokban. Pont azt mondják, mikor jönnek Csengerbe hozzánk Amerikából. Ha nekik egy ilyen, vagy egy közel ilyen idős épületük lenne, hát az arannyal lenne, hogy tudjuk, hogy Kolumbusz mikor járt, 1492, tehát gyakorlatilag az a templom meg már 1200-es évek elején állt. Ott még az indiánok, meg az őslakosoknak vannak múltjai, tehát ott még arról beszélünk. Igazából nekünk itt már meg igazi magyar történelmi épületeink vannak, mint például a Nagygéci templom is, amely egy árpádkori templom. És azt mondtuk, hogy ezt nem lehet elhanyagolni. Más örülnek ézzel lábban, ilyen épületei lennének, mi meg nem foglalkozunk vele. Kiírtak egy pályázatot. Csak ez nem önmagában a templom felújítására, hanem egy turisztikai pályázatot írtak ki, és 100%-os támogatásra. Tehát azt mondta a testület, figyeljetek ide, ha mi nem adjuk be Nagygécre, beadja egy dunántúli település. Hát ne vigyenek már el innen meg én mindent, akkor adjuk be mi magunknak, és akkor valósítsuk meg, és hozzunk Csengernek hasznot belőle, turisztikai hasznot. Beadtuk a templomot, mellé építünk most egy bemutatótermet, mögött egy kilátótornyot, és amögött pedig a születés-halálozás templomát csináljuk meg. Ez nem titok, hogy a megmaradás temploma beruházás, ez nemzeti emlékhely lesz. Ez azt jelenti, hogy a kormány, ha nemzeti emlékhelyén nyilvánítja ezt a térséget, akkor állami támogatás alá részesülünk a fenntartásnál is, állami dolgozók lesznek szintén ott a Nagygéci projektben, és egy zarándok helyet kell kialakítsunk. Egy olyan zarándok helyet, ami, hát nem akarom Csíksomlyónak elmenni a mi voltját, de ugye azzal össze tudjuk hasonlítani, hogy Csíksomlyó, ugye a magyarok zarándok helye, stb. Igaz, hogy az egy katolikus hely, de mégis ugye minden magyar magának tudja. Én azt mondom, hogy ez pedig legyen tényleg a magyarságnak egy zarándok helye. És minden történelmi egyház szervezze ide a zarándoklatait, húzzon ebből Csenger hasznot.
tudjunk rá szolgáltató helyiséget kialakítani, tudjunk rá olyan lakásokat, ahol a falusi szálláshelyeket meg tudjuk valósítani, és meg tudnak szállni azok, akik ide fognak jönni, hiszen sok városember nem szállodákba akar menni, hanem falusi szálláshelyeken akar megállni, részt venni, helyi kolbászt akar enni, helyi terméket akar enni, stb. Tehát nyissunk egy kicsit a turisztika felé, hiszen ebbe is rengeteg megélhetést tudunk, vagy plusz megélhetést is tudunk adni az itt lévő lakosságnak és az embereknek, és emellett pedig felhívjuk a figyelmünket ország világ előtt, hogy itt is van egy olyan kis térség, a Csengeri kis térség, ami büszkélkedhet nagyon sok értékkel. Nem csak Nagygécsen, a Nagygécsi templommal, hanem a Csengeri református templommal, a Makovec épületekkel, a Szamosunkkal, a Szamosportunkkal, az itt dolgozó, szatmári, igazmondó és szerető emberekkel, és még nagyon sok térségbeli épülettel tudunk egy nagyon komoly turisztikai attrakciót adni. Nyilván meg fognak a fürdőink építeni, nem semmiért készítjük mi ezt a fürdőt, tehát ki lesz használni, attól nem félek, hogy ez nem lesz kihasználva, mert pontosan rengeteg látogatót fogunk ide vonzani. Ez itt fogja, ezek az emberek itt fogják a pénzüket elkölteni, akár több napig is, vagy hetekig is tudnak eljönni Csengeris térségébe. Adjunk nekik hetes programot minden napra, a gyógylovaglás, ugye már nagy gézben gyógylovaglás is kezd kialakulni, most már azt nyilván még fejleszteni kell, de abba az önkormányzat is be fog társulni. Tehát legyen egy olyan turisztikai attrakció adva az ide látogató embereknek, amelyel el tudnak jönni mi máshova. Hát ha el tudnak menni Tivadarra, meg Ugornyára, akkor miért nem tudnám idehozni őket? Hát ez a térség sokkal szebb, meg sokkal közelebb vagyunk Szatmárnémetihez, Nagybányához, tehát azokhoz a történelmi magyar városokhoz, mint ők például. Használjuk ki ezeket a lehetőségeket. Vagy itt van nekünk egy olyan Szamosunk, ami egy olyan ártéri erdővel rendelkezik, ami gyakorlatilag ezt mutogatni kellene, nem csak médiában, hanem egy-egy biológia órára, vagy természetismereti órára is be lehetne tenni az ottani élővilágot, ami abba található. És a Nagygéci templomnál, mint ahogy mondtam, ott a bemutatóházban az ott élő és a térségben élő nemeseknek is lesz kiállítása. Hajnaú az ugye egy osztrák császár katonájaként, hadvezéreként. Hajnaú kapott egy, mikor visszavonult a vérbíró, ugye a 13 maradi vértanúnak a kivégzés és az ő kezéhez köthető. Hajnaú akkor kapott egy óriási pénzjutalmat, és visszavonult, és itt a Csengeri járásban, Kisgéc pusztán vásárolt egy birtokot magának, és több száz vagy több ezer hektár földet. És mivel Hajnaút ugye az osztrákok is jól ismerték, sajnos ugye itt Magyarországon mi is, hiszen rettegtek tőle az emberek pontosan emiatt, ezért neki is lesz egy olyan helyiség kiállítva, ahol a kínzó kamrája ott lesz, az ő tevékenységei ott lesznek, hogyan hatott ez a történelemre, a magyar történelemre, ennek az embernek a negatív munkássága, és emellett még nyilván ott lesznek azok a nemes emberek, akik ezt a térséget fejlesztették, és ezáltal egy olyan turisztikai attrakciót tudunk adni az embereknek, amiről hallottak már, hiszen Hajnaúról nagyon sokan hallottak, de nem tudták úgy vizuálisan sem elképzelni, hogy mégis milyen ember volt ő, hol élt ő, hol, mert ugye halála napjáig itt élt Nagygécben a pusztán, hogy mégis, hogy mikor eljönnek a gyerekek történelme órán, vagy akár egy szakkörbe, akkor tudjanak szembesülni vele, tudjuk bemutatni neki azt, hogy mit jelentett az ember, és micsoda pusztítást tudott ez a magyarságnak okozni. Tehát ez is a magyarsághoz tartozik hozzá, hogy vannak sajnos a történelemben olyan emberek, akik a magyarságot folyamatosan nyomták el, vagy ilyen volt a trianoni békediktátum. Tehát ezek ott mind meg lesznek jelenítve. Ez egy gyakorlatilag élő történelem lesz, élő történelem óra lesz ott, hiszen egy 4 vagy 5D-s mozi, már én sem tudom, hogy 5D-s mozit fognak oda telepíteni, amivel a helyi vagy a térségben lévő történelmi események lesznek megfilmesítve, és ezt egy-egy osztály, mikor elkirándul, vagy fiatalok, vagy családok, akkor ezt meg tudják ott tekinteni. Mutassuk be nekik a szatmári értékeinket, mutassuk be nekik azt, hogy a történelem mit hozott nekünk itt az elmúlt 1000 évben,
és tudjuk bemutatni azt, hogy milyen lehetőségek vannak Csenger és térségében, amiben ők itt az ő pénzüket el fogják tudni majd költeni. Hagyják itt a helyi embereknél, tudjunk erre építeni, tudjunk erre turizmust építeni. És ha ez mind meg lesz, akkor egy nagyon erős csengeri központot, egy csengeri járást tudunk felépíteni, amivel biztos vagyok benne, hogy közel hasonlóan, mint az Ausztriában, itt a, ugye, hogy átmerjünk Sopronnál, vagy Hegyeshalomnál, a burgenlandi részre gondolok, akkor én ugyanezt szeretném itt Csengerben is, hogy legyen meg ez a kis Burgenland nálunk is, tudjanak az emberek létesülni, tudjanak több munkahelyet szerezni maguknak, ne kelljen nekik elvándorolni, és érezzék jól magukat itt, de ez mind kell. Ez is kell, a turisztika is kell, kell a büntetés végrehajtás intézet is, kell a gazdaságfejlesztés is, és kellenek hozzá nyilván azon emberek, azok lakók, akik itt élnek, és itt akarnak maradni, és az ő támogatásukra is szükségünk van. Ha ezt mindet össze tudjuk tenni, akkor én úgy gondolom, hogy itt pár éven belül nagyon komoly felemelkedést tudunk végezni. Köszönjük szépen a beszélgetést, polgármester úr. Hát izgatottan várjuk a döntést, és amint megszületett, akkor várjuk vissza a polgármester urat, hogy számoljon be a nézőknek, hogy is állunk ezzel. Köszönöm szépen a lehetőséget. Szép estét kívánok a Csenger TV nézőinek! Nagy tiszteltel köszöntöm a stúdióba vendégemet, Kovács Sándor urat, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjét. Jó estét kívánok a nézőknek is! Nem olyan régen beszélgettünk ebbe a Csenger TV stúdiójában, és akkor arról faggattuk, hogy mikor elindult képviselőként, eltelt több mint egy év. Mit lehet tudni, hogy milyen időszakon vagyunk túl, képviselő úr? Azt gondolom, hogy ha a kormány munkájának értékelése szempontjából, mivel kormánypárti képviselőként azt gondolom, hogy része vagyok egy frakciónak, amely a kormány mögött áll. Azt gondolom, hogy sikeres éven vagyunk túl, hiszen hogyha makrogazdasági mutatókat nézem, akkor megfeleltünk az elvárásnak, hogy 3% alatt van a GDP arányos hiány. A nominális értéken bár nő, de GDP arányosan csökken az államadósság mértéke. 2% fölötti a gazdasági növekedés, ami az Európai Unióban is azt gondolom, hogy nagyon eredményes, és talán benne vagyunk az első ötbe ezekkel az eredményekkel. Ugyanakkor az elmúlt években a családtámogatás, mint prioritás, mint annak a fajta társadalmi rétegnek, a családoknak a megerősítésére indult. Azt gondolom, ebben is sikeresek vagyunk. Hogyha visszautalok a GYES, a GYED-nek a megváltoztatására, a pozitív irányba, a családi adókedvezménynek a kiterjesztésére, illetve olyan fejlesztések indultak el, akár itt a térségben is, amik hozzájárulnak a gazdasági fenntarthatóságról, tehát pozitív. Ha magánéletemre vagy a képviselői munkára gondol, akkor részt veszek a Néppolitika Bület munkájába. Ez azt jelenti, hogy az egészségügy és a szociálpolitikát érintő kérdések kabineten keresztül mennek, fogyatékosságügy, szociális életpályamodell, ami most ugye aktualitása, és a 2016-os költségvetés mellett ugye egy másik bejelentés, mert most 2015. júliusától lesz egy bérkiegészítés 7,5 milliárd forint értékben, 2016-tól lesz 15 milliárd egész évre vetítve, és 2016-tól megindul az életpályamodellre való ráfordulás. Ennek egyetlen akadálya, tényezője, hogy ugye a struktúrális
struktúrákat tisztába kell tenni, hogy hány állami fenntartási intézmény van, civil, egyházi, vállalkozói. Ezeket szeretnénk egy olyan tiszta képbe hozni, hogy teljes mértékben az itt dolgozó szociális szolgáltatást végző nagyon erős lelki és fizikális terhet végző munkások, kollégák, azok egy olyan jövőtársadalmunk előtt, amiért érdemes dolgozni. Emellett ugye, mint a frakció átlagos tagja, részt veszek a törvények meghozatalába, frakciüléseken megvitatásába, a politikai üzeneteknek a megfogalmazásába, hiszen amellett, hogy a térség egyéni képviselők is különböző fejlesztéspolitikai elképzelésem is vannak, akár saját magamnak, akár egy csapatnak, emellett része vagyok a kormányzó párt koalíciójának, ami egy másik fajta munkát is ad, egyfajta fegyelmet és irányvonalat. Képviselő, megkérdezhetem, hogy hány órát dolgozik naponta? Ezt nem tudom összeadni. Van olyan nap, amikor reggel 8-kor beülök a parlamentbe, és 10:30-kor megyek haza, de van olyan nap, amikor reggel 4-kor indulok el Budapestre, és csak 3 nap múlva jövök haza. Azt gondolom, hogy mi képviselőknek nem lehet ezt így leírni, hiszen ha szombaton egy protokolláris rendezvényre megyek el, mondjuk Baktalóránházra vagy Sengerbe, annak az előkészítése, ott léte, hazajövetele, az elvisz mindenféleképpen egy fél napot, de szombaton általában 2-3 rendezvényeken kell megjelennem, vasárnapokon is vannak olyan rendezvények, ahol szívesen megyek, de bevallom, néha fárasztó. Ez inkább a család az, ami ellopom, vagy a családtól lopom el ezeket az időket. Na, de hát szokták volt mondani, hogy aki bérbe adta, azt tartsa, úgyhogy csináljuk, ameddig bírjuk, tudjuk, remélhetőleg vannak pozitív élmények, amelyek ezt megerősítik, vagy hozzájárulnak a jövőben ehhez az energiához. Egy hatalmas nagy körzet az, amit ön képvisel. Keresik ezek a települések az ön segítségét? Természetesen. Nagy képviség nélkül mondom, hogy minden 44 település polgármesterét ismerem személyesen. Sőt, most már minden 44 település fejlesztéspolitikai elképzeléseit is ismerem pontról pontra. Ugyanis megalakították az önkormányzatok az én kezdeményezésemre egy önkormányzati társulást, amit Szabos 05-nek hívnak. Ez gyakorlatilag egy önkormányzat önmagában, mert a kincstári bejegyzés megtörtént, önkormányzati kódot kaptunk, valamint önálló adószámmal működik. Ez azért fontos, hogy egy példával rávilágítsak, hogyha mondjuk 13 önkormányzat szeretne óvodafejlesztést csinálni, akkor az 13 pályázat lenne. Ha viszont a Szabos 05, mivel 100%-os önkormányzati társulás, ezért a Szabos 05 egy önkormányzati pályádba, egy óvoda pályádba 13 telephelyen valósíthat meg beruházást. Ugyanezt el tudom mondani kerékpárútra, hogyha a járási központok hivatásforgalmi megközelítését tűzzük ki célul, és szükségünk van mondjuk a 3 járási központnak, azt hiszem 17 települése a csillag alakú megközelítése, akkor nem 17-szer 1 km, 1,5 km, 6 km, hanem mondjuk 83 km kerékpárútra van szükség, akkor ez egy hivatásforgalmi kerékpárút projekt, amely 18 helyen valósul meg. És ezeket összehangoljuk, minden önkormányzat leírta azokat az önkormányzati törvény szerinti kötelező feladatellátáshoz társuló infrastruktúrális igényeket, hogy ilyen bonyolultan fejezem ki magam, és ezeket fogjuk megfésülni, ezeket fogja ez a 44 polgármesterrel való tanács eldönteni, hogy melyek azok, amik a településeken meg fognak valósulni, milyen forrás van erre. Ugye a legnagyobb forrás erre, ez a TOP, ez a területi operatív program, amiben 89 milliárd az elkövetkező 6 évre, és ugye összességében az egész országban 12.000 milliárd vár felhasználásra, amiben deklarált része, a 60%-a ennek az összegnek kis- és középvállalkozásokra kell fordítani. Tehát amikor az önkormányzati beruházásokról és a polgármesterek gondjáról beszélgetünk, akkor ez nem haladhatja meg a 40%-ot a mindenkori felhasznált összegre. Tehát nagyon fontos figyelni az allokációra, az elosztásra, hogy melyik operatív programból mit valósítunk meg, és ez a térség fejlesztésének, vagy a Szabos 05-be milyen arányokat állít fel, nem haladhatja meg semmiféleképpen a 40%-ot, és a 60%-ot mindenféleképpen vállalkozásra kell fordítani, de hogy itt is legyen egy kicsi pozitív, ugye a TOP-ba, ez a terület operatív program 89 milliárdban azt mondja, hogy pályázók köre, önkormányzati többségű gazdasági társaság. Tehát létre lehet hozni, vagy van az önkormányzatoknak non-profit KFT-k, vagy akár for-profit KFT-jük is, azok is pályázhatnak, ha az önkormányzatnak minimum 51%-os tulajdonrésze van. Tehát
tenne akaró vállalkozó kicsi önkormányzattal együttműködésbe alapítanak vegyes tulajdonú gazdasági társaságot, akkor ezek is ezekkel a feltételekkel pályázhatnak. Tehát ott több olyan logikai és jogi lehetőség van, amit hogyha ezt a Szabolcs 05-ben hálózatként felépítünk, akkor nagyon sikeresek tudunk lenni. Ez a válasz arra, hogy az önkormányzatok megkeresése az nem egy káoszszerű dolog lesz, hiszen a 44 településesek 44 polgármester, 44 alpolgármester, legalább 44 iskolaigazgató, legalább 38-50 civil szervezet, és azt gondolom, hogy idézőjelve ezt a fajta nagy káoszt próbáljuk meg becsatornázni, és ezt a csatornát úgy hívják, hogy Szabolcs 05, amit jó magam találtam ki, és megpróbáljuk egy 44 település, 100 ezer lakosság egyenegységet reprezentáló önkormányzati társulási formában. Talán még abban a sárlók egy nagy kétot, de szeretném, hogyha ez egy kiemelt kormányzati mintaprojektként valósulna meg az országban. Képviselő úr, pünköst hétfőn hatalmas eső zúdult a szatmári térségre, Csengerre is, a Csengeri környékén lévő településekre. Nagyon sok helyen csak eső volt, de nagyon sok helyen sajnos jég is volt. Mit tud tenni a kormány annak érdekében, hogy azokat a gazdákat, település lakosságát próbálja mentesíteni a teher alól? Nagyon fontos megjegyeznem, hogy kedden mi már reggel a parlamentből ültünk, és Tilki Attila képviselőtársam, aki mellettem foglal helyet, oda ment a miniszterelnök úrhoz személyesen, és mondta el neki, mielőtt még a híradásokban vagy bárhol megjelenhetett volna. Tehát a kormány fő első kézből azonnal értesült el a dologról. Intézkedett, és a miniszterelnökséget irányító miniszternek, Lázár Jánosnak adta ki feladatul, hogy koordinálja. Ez leképződött a megyében, és a megyében Kozma Péter kormányvezetővel én is beszéltem, és amellett, hogy ugye az Agrárkamara Rácz Imre vezetésével, a falugondnoki hálózat, az MVH megyei vidékfejlesztési hivatal, a kormányhivatal is rajta tartja a szemét ezen a feladaton. Itt már felkerült a mai napon, tudom mondani, nagyjából 90%-ig az összes gyümölcs, zöldségfajta mennyiségre, településre lebontva, tehát egy nagyon részletes kárfelmérés jelentési formában már a miniszterelnökségen van, és ezeket a kárhenyítési alapokat, amelyeket ugye Cerván György Csengerben is járt, az Alma Régió Kft. Üzemét adtuk át együtt annak idején, kedves barátom, nyilatkozta a tévébe, hogy ez a kárhenyítés alap felülről nyitott, tehát elméletileg bármekkora összeget tud finanszírozni, hiszen a kormánynak fontos a vidék. Nagyon fontos az, hogy a magánemberek, a gazdálkodók, kistermelőként, őstermelőként, vállalkozóként milyen kárt szenvedtek. De én szeretnék arról is beszélni, hogy a belügyminisztérium külön figyelmet fordít például a közfoglalkoztatási, mezőgazdasági jellegű közfoglalkoztatási károkra is, amelyeket például ugye Sztojka Zoltánától láthattunk, vagy hallhattunk Rozsályba, hogy az ott lévő uborka palántokat elverte. Tehát a belügyminisztérium még ennek a kárhenyítésnek a lehetőségével is foglalkozik, hogy hogyan tudja ezeket az önkormányzatokat újra helyzetbe hozni, milyen plusztámogatási forrásokat tud biztosítani. Azt gondolom, hogy most a költségvetés vitában prioritást élvez miniszterelnök úr személyében is, és a kormány személyében is ez az óriási kár, és innen is szeretném az embereket megnyugtatni, hogy mindent megtesz a kormányának érdekében, hogy rendezze. Ennek a gyakorlati megvalósítása pedig a törvény által szabályozott módon lesz, tehát nem lehet neki menni fejjel a falnak, fel kell mérni pontosan, tudnunk kell pontosan, hogy melyek ezek a növények, milyen kultúrák, milyen mennyiségben jelentkeznek, és természetesen a kormány odafigyelése a kárhenyítése alapon keresztül támogatja a gazdák kárát. Köszönjük szépen képviselő úrnak az információkat. Nagyon sok településen, régióban, megyékben átalakultak a líder irodák. Mit tudhatunk meg erről? A líder irodák, hogyha most a saját közöttünket nézzük, ugye Máté Szalka, Fehérdealmot és Csenger környéke járása, hogy így fogalmazzam, az egy Szatmár Líder néven működött, Pátyhodon volt a központja. Ez a Szatmár Líder mondjuk úgy, hogy feloszlik a Csenger környéki települések és a Mátészalka környéki települések kilépnek ebből, ez a jogi álláspontja, hogy az egyesület kvázi marad, ez a két társulás lép ki. Jelen pillanatban már befogadást nyert az a civil szervezet, amely ezt menedzselni fogja,
Én úgy tudom, hogy mind a két járás, illetve nekem még Bakta Loránd házajárás is hozzám tartozik, átalakultak ezek a civil szervezetek líder csoporttal, akár nevet változtattak, illetve az új jogszabályi háttérnek megfelelően a tevékenységi kört kibővítették, alapszabályt megmódosították. Reményeim szerint rendben van mindenütt a személyi kiválasztás, elnök, alelnök, bizottsági tagság. Úgyhogy nagyon fontos, hogy Csenger 11 néhány ezer fővel megkapta a líder besorolást, elméletileg ez 20 ezer főt kellett volna prezentálni, de volt egy mondat, egy gumiszabály, hogy így mondjam, a jogszabályban lehetővé tette ennek a kis lídernek is létrejövetelét, és azt gondolom, hogy sikerült itt is olyan politikai kapcsolati tőkét bevetni, ami pozitív irányba mozította el, így a csengeri 11 település önmagáról gondoskodhat ebbe a formában. Itt szeretném elmondani azt is, hogy az általam említett 44 település, tehát aki a választókerületben, a Szabolcs 5-ös választókerületben lakik, az gyakorlatilag lefedi a lídert, kicsi kilógással. Ez a Máté-Szalkai líder esetében tudom mondani, hogy Fábián háza a pluszos, hogy így mondjam, a Szabolcs 05-ön kívül. A Szabolcs 05 pénzügyi és fejlesztési bizottsága, amit mi elnökségnek hívunk, az 12 fő az alapszabály szerint, de csak 9 fővel alakult meg, mert azt mondtam, hogy minden egyes líder, a csengeri líder, a Máté-Szalkai líder és a baktai líder is delegáljon egy elnökségi tagot. Ez arra jó, hogy a különböző forrásokat összetudjuk csúnya szóval allokálni. Vagy líderből készítem elő és más operatív programból valósítok meg, vagy nagy operatív programból valósítok meg, és líderből egészítem ki kicsivel. Most, hogy tudjam, hogy mind a líder, mind a három lídernek mi az igénye, ezért pluszba a már megalakult 9 elnökségi, 9 polgármester mellé még jön be 3 polgármester, akik a lídert fogják képviselni abba a 12 fős elnökségbe, aki dönteni fog a 44 település, a Szabolcs 05 által elmondott reményeink sok 10 milliárd forint jövőjéről. És magának a lídernek, a líder csoportnak a feladata más lesz-e, mint az előzőek voltak? Nem, vagy ugyanaz marad? Nagyon finoman nem, lesznek finom hangolások. Maga a vidékfejlesztés, a líder, az alulról jövő kezdeményezések, az a civil szervezetek, az vállalkozók, helyi vállalkozók és az önkormányzati érdekeknek az összehangolása, tehát fő struktúrájában nem változik. Lesznek finom hangolások, amelyek a törvények még vannak már, amik megalkotva vannak, vannak, amik még hátra vannak. Itt ilyen tengelyek vannak, hacsok vannak, hogy ilyen csúnya helyi akciócsoportokat kell szervezni, fejlesztési stratégiát kell készíteni. Ezekben is nagyon hasonlít, ugye más-más, mert most már speciálisan azokra a településekre lesz írva kisebb mértékben, amik voltak, és még egyszer mondom, összehangolva a Szabolcs 05-at a fejlesztési társulásat a lehetőségekkel, azt gondolom, hogy centralizálni kell, és reményeim szerint talán még lesz egy bónusz erre, vagy egy kis habatortán, hogy a Máté-Szalkán megalakulandó Széchenyi programiroda valószínűleg kap egy nemzetközi feladatot is a régi Húróhoz hasonló határmenti együttműködések menedzselését. Tehát ezek a települések itt a határmentén még annak a Húrónak a forrásait is tudják alokálni azokhoz az elképzelésekhez, ami akár önkormányzati, akár civil, akár vállalkozási szektorban valósul meg. Erre hadd mondjak egy jó példát, hogy a Nagy Károlya több projektet valósítottunk meg, még annak idején Géberén polgármesterként például a Jékely kuriát, annak a parkját valósítottuk meg, de például Nyírbátor és a Károlyi partnak a lovardája ebből valósult meg, a Károlyi park felújítása az Géberén önkormányzattal közösen valósult meg. Tehát van tapasztalat a Huróban, vannak jó kapcsolatok, de például a templomos, a középkori templomok útja projektnek egy része is határmenti projektből valósult meg. Summa summarum, önálló lehetőség, Szabolcs 05, líder, Huró programok, van forrás, ehhez már csak ötletek kellenek, tenni akaró emberek kellenek, és azt gondolom, hogy sikeres térség vagyunk, és leszünk is. Képviselő úr, nem olyan régen adták át Csengerben a tűzoltóság épületét, pénteki nap folyamán adták át a városi uszodát, tervek között szerepel Csengerváros önkormányzatának, hogy pályázott egy börtönépületnek a kialakítására. Mi a véleménye erről? Hát egy kicsit visszatérjek, csak hadd dicsekedjek, mert a tűzoltó szertár az ugye egy Huró programnak a keretében valósult meg, ami tartalék listára került, de sikerült Temesváron, akkoriban én voltam delegálva a megyei önkormányzat részéről alelnökként ennek a projektlistának az összeállításába. Legyen elég ennyi egyenlőre, minden részletéről tudva. A városi uszoda az egy sikeres városrehabilitációs program keretében valósult meg. Abban sem árulok egy nagy titkot szerintem, hogy megnyerte a város a
járási tanúszoda programot. A helyi kijelölés is megtörtént, személyesen is jelen voltam, abban a sportcentrumban, ahol az uszoda, a nyílt uszoda, ami a Városrehab keretében valósult meg, amellett lesz egy fedett uszoda, amelyről tudni kell, hogy 100%-ban állami beruházás lesz, az önkormányzatnak nem kell hozzájárulnia, és az önkormányzati terület kvázi bérléséért nyári időszakban az uszodát a lakosok is használhatják, nem csak tanúszoda lesz, és levehető oldalfallal, makovec jellegű tájba illő építési stílusra lesz megvalósítva. Láttam a makettet, egy gyönyörű épület lesz, és akkor ennek lenne mondjuk úgy egy kicsit a hab, vagy a cseresznye a habon, hogyha ez a börtön projekt sikeres lenne. Nekem vannak jó érzéseim, vannak használható információim, vannak kapcsolati tőkéim, hogy finoman fogalmazok, és az az érzésem, hogy sikeres lesz ez a dolog, csak meg kell várnunk, hogy ez valósága is váljon. Nem akarok előre jósolni, az érzéseimet és a lehetőségeimet szeretném elmondani, hogy feltételes módban bízom benne, hogy sikeres lesz ez a projekt is, amely nem csak Csengének, hanem a térségnek is óriási munkalehetőséget biztosít, infrastruktúrális beruházást biztosít, az élelmiszer felhasználásból, közfoglalkoztatásnak a végcéljából is lehetőséget biztosít. Jó helyen áll ez a projekt ahhoz, hogy sikerrel záruljon. Képviselő úr, köszönöm szépen, hogy eljött és hasznos információkkal tájékoztatta a Csenger TV nézőit. Kedves nézőink, tartsanak továbbra is velünk, a viszontlátásra! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégek, kedves vállalkozók, civil szervezet képviselői vezetők, egyházi képviselők, önkormányzati képviselők. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenki Csengelváros önkormányzata nevében, és köszönöm szépen, hogy ilyen szép számmal eljöttek a mai megbeszélésre. A mai megbeszélésünknek a témája a csengeri járási lídernek az alakulása. Emlékeznek rá, biztosan emlékeztek rá, hogy több mint 7 évvel ezelőtt valamikor megalakult a Szatmár Líder Közhasznú Egyesület. Ez 3 kistérségből alakult meg, 74-75 település volt a tagja, Pátyadi központtal, és így volt az a líder fejlesztési lehetőség megvalósítva, ami a térséget érintette. Most jelen pillanatban adtak egy olyan lehetőséget a kormányzat, amelyben azt mondták, hogy minden járás külön líder szervezhet. Ekkor kaptunk az alkalmon, és azt mondtuk, hogy Csengeri kistérség, a Csengeri járás külön alakítson egyet. És azért köszöntök mindenkit itt még egyszer, hiszen itt többen vannak a régi Szatmár Líderbe tagsággal. A mai megbeszélésen arra is ki fogunk térni, hogy akkor lépjünk-e ki a Szatmár Líderbe, és alakítsuk-e meg a Csengeri Szatmár Líder, vagy a Csengeri Járási Líder Egyesületünket. Az én javaslatom az, hogy mindenféleképpen meg kell alakítani, hiszen sokan megkérdezhetik, hogy mi ez a líder, miről szól ez gyakorlatilag. A líder nem más, mint a helyi közösségeknek a szerveződése, alulról jövő kezdeményezéseknek az összerakása, és a helyi vidékfejlesztés a helyben élő, a hátrányos helyzetben élő embereknek, szervezeteknek a különböző fejlesztése és működtetése. Ezért úgy gondoltuk, hogy mivel a Szatmár Líder több irányba is ki fog válni, ezért mi is jónak láttuk a csengeri kiválást. Megkaptuk a Vidékfejlesztési Minisztérium részéről,
hogy a Csengeri járás, a Csengeri kistérség 11 településsel alakíthat egy új líder szervezetet. Ez a mai megbeszélés csak a csengeri embereket érinti itt, hiszen majd 2 hét múlva lesz az igazi alakuló, amire majd fel fogunk készülni, de most mindenkit tájékoztatni szeretnék, akit érdekel, és ezért kértem a médiát is, hogy jöjjön a Csengeri TV, és itt szeretettel köszöntöm a Csenger TV nézőit is, hiszen innen nagyon sok információt kaphatnak erről a mai megbeszélés, erről a mai gyűlésről. Mikor 7 évvel ezelőtt a líderek alakultak, akkor egy kormányzati és egy uniós forrás alapján az új Magyarország vidékfejlesztési program alakult meg. Az UMVP, rövidíten ugye nagyon sokan így hívták. Ezen belül több tengely, vagyis jogcím megpályázati kiírások alakultak. A vidék fejlesztése a mezőgazdaságra az UMVP-n belül volt 4 tengely, vagy jogcím. Az első 2 tengely volt az, amelyben lehetett pályázni vidékfejlesztésre, mezőgazdaságra. Ezen belül volt a géptámogatás, a 35%-os, a 45%-os géptámogatás, az egyéb telepítési támogatások és a különböző vidékfejlesztési támogatások. A harmadik, negyedik tengelyben volt, a harmadik tengely volt, amely 4 alcímre osztották szét. Ebbe volt a falu megújítás, ahol látják, nagyon sok helyen építették a különböző faluházakat, játszótereket, parkokat építettek, stb. A vidékfejlesztési örökségnek a fejlesztése volt. A vidékfejlesztési örökségnél voltak a templomoknak a felújításai, és a különböző templomkerteknek a felújításai. Majd volt egy olyan, hogy mikrovállalkozás fejlesztés 5000 fő alatti településen. Ebbe kerültek bele azon vállalkozók, akik 65% visszanemtérítendő támogatással tudták a különböző fejlesztéseket megvalósítani, kisboltok, autószerelőműhelyek, csak példákat mondok, különböző szolgáltatóházak, lekvárfőző üzemeknek a megvalósítása, ez vissza nem térítendő 65% volt, 35% saját erővel, és a mikrovállalkozás és fejlesztés alakult még ki, valamint a turisztika és fejlesztése, tehát így állt össze ezek az alcímek. Majd a líderben, ez volt a 4. tengely, amit lídernek neveztek, ebből jöttek a különböző források, amely igazából majd 5000 fő felett is be tudott csatlakozni, de itt a líderben ezben minimális pénzösszegek voltak már az elkövetkezendő években. Itt valósították meg azokat a rendezvényeket, amelyeket sokan falunapnak hívtak, sokan úgy hívták, hogy különböző olyan attrakciók, ami a helyi vendégeket hívják ide. Aztán ezen belül voltak különböző leltárok, értéktároknak a megvalósítása, és líderen belül tudtak néhányan pályázni 5000 feletti városoknál is kisvállalkozók a különböző eszközbeszerzésekre és fejlesztésekre. És amit nagyon hiányoltunk, hogy az előző években a líderből kimaradt a mezőgazdasági fejlesztés. A mezőgazdasági fejlesztés, hiszen emlékeztek rá, nagyon sokszor úgy jelent meg a pályázat, hogy akinek az árbevételének az mezőgazdasági tevékenységből 50%-át meghaladja, az már ebben meg ebben nem pályázhat. Na, hogy itt teljesen kilettek zárva a mezőgazdasági vállalkozók, valamint az 5000 fő feletti települések, tehát a városok, ezért gondoltuk úgy, hogy nekünk ki kell válni, meg kell nekünk azt hangoztatni, hogy vannak 5000 feletti települések is, ahol emberek élnek, és itt is szükség van nekik a pályázatokra és a megélhetésre. És azt is el kell nekik mondani, amit most folyamatosan írunk le, hogy a mezőgazdasági támogatások, amik ágazati támogatások voltak idáig, jó lenne, ha egy részét ezeknek a lídereknek is leadnák. Azért fontos, mert, ahogy mondtam, a líder helyi kezdeményezést jelent. Tehát azt jelenti, hogy itt az a csapat, aki meg fog alakulni a 11 településről. A 11 településről a csapat egy elnökséget fog delegálni. Holnap a kistérségi tanácsülésen fogjuk megbeszélni, hogy hány fős legyen. Én azt szeretném, hogy lakosságszám arányosan Csengerből legyen minimum 1 mezőgazdasági vállalkozó, 1 egyéb vállalkozó és 1 civil szervezeti delegát ebbe az elnökségbe, akik majd ugye a program előírásokat ott fogják megvalósítani, és természetesen az a tagság, akik mi is itt vagyunk, és a 11 településből össze fog állni, pedig fogja majd megszavazni ezen elveket, ezen fejlesztéseket, amelyeket össze fogunk majd állítani. Azért fontos ez, mert mi mondjuk meg, hogy mire van szükségünk. Nyilván lesz egy olyan Európai Uniós jogcím, amelyet nem léphetünk át. Tehát, ha például kiírnak, teszek fel egy példát fel,
9 személyes mikrobuszra pályázatot ágazati pénzből, akkor ezt Leaderből nem lehet megtámogatni, mert azt mondja, hogy arra már egy jogcímen kiadta. Viszont úgy ki tudjuk kerülni, hogy azt mondja, hogy csak 5000 fő alatti települések pályázhattak be mikrobuszra vagy traktorra, maradjunk annál, akkor azt mondjuk, mivel mi 5000 fő településen vagyunk, 5000 fő felett gazdálkodunk, akkor lehessen itt is akár traktor vagy mezőgazdasági géppályázatra pályázatot beadni, de ez csak abban az esetben lehet, ha más jogcímen nem fogják ezt kérni. Hogyha nem írják ki, akkor rögtön kapunk az alkalmon, és ezt fogjuk kikérni a Vidékfejlesztési Minisztériumtól, hogy ezt a forrást adják le a helyi lídereknek, és itt legyen ez a támogatás kiírva. Tehát mielőtt elérnénk idáig, egy úgynevezett helyi fejlesztési stratégiát kell felállítani. A helyi fejlesztési stratégia az azt jelenti, hogy pontosan ez a kis csapat, akik itt vagyunk, elmondjuk, hogy mit szeretnénk. A mezőgazdasági vállalkozók el fogják mondani, géptámogatás, ültetvénytámogatás, hűtőház, stb. El fogjátok mondani, hogy mi az, ami nektek szükségetek van. A civilek el fogják mondani, hogy nekik milyen rendezvénytámogatás kell, milyen infrastruktúrafejlesztés kell. Az egyházak ugyanúgy szintén el fogják ezt mondani. Ugye éppen Parókus úrra beszéltük, hogy mivel 5000 fő felett van Csenger, ezért ugye mikrobuszpályázatban nem tudott bemenni az egyház, viszont a Leaderben ugyanezt ki lehet írni, hogy mivel 5000 fő felett vagyunk, akkor itt mi a mikrobuszpályázatot is. Tehát mi mondjuk azt meg, hogy mire van nekünk szükségünk, mi az, amiben idáig nem tudtunk bepályázni, mire nem volt jogcím, és nekünk ez szükséges, és nekünk ez kell. Ezt a helyi fejlesztési stratégiába bele fogjuk írni. Mikor a helyi fejlesztési stratégia összeállt és elkészült, akkor a helyi fejlesztési stratégiát el fogjuk küldeni Budapestre az MVH-hoz, utána majd a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, akik ezt el fogják fogadni. Mikor ezt elfogadták, utána jöhetnek a pályázatoknak a kiírásai, amelyet az Európai Unió folyamatosan bírál és folyamatosan ugye vizsgálni fog. Nem lesz egy egyszerű menete, de el kell kezdjük, nekem az a véleményem, hogyha meg tudjuk mi magunk valósítani ezt a helyi lídert, a 11 településsel, akkor meg kell csináljuk, össze kell álljunk, össze kell fogjunk, és ezeket az ötleteket erre a helyi fejlesztési stratégiára le kell írni, és össze kell állítani. Tehát, mint ahogy mondtam, a mostani jogcímeket nem fogjuk tudni, hogyan fog összeállni, erre várjuk az irányító hatóságnak, vagy a minisztériumnak az állásfoglalását. Mikor az irányító hatóság az állásfoglalását megküldi, akkor, ahogy mondtam, a helyi fejlesztési stratégiát felállítjuk. Tehát többször fogunk találkozni, mikor elfogjátok, el fogják önök mondani, hogy mi az, amire a legjobban az önök vállalkozásába, vagy a civil szférába, vagy az egyházaknál, vagy az önkormányzati szférába szükség van. Ezeket egy halmazba le fogjuk írni, ki fogjuk dolgozni, és ezt fogjuk tovább küldeni. Ezt követően, mikor ezt elfogadták, megalakulhat, úgymond, előtte nyilván megalakulunk, de működhet onnantól kezdve a Leader Egyesület a Csenger 11 településén, tehát mikor már a HFS-ünket, tehát a helyi fejlesztési stratégiánkat elfogadták. És mikor a fejlesztési stratégiát elfogadták, akkor fogják azt az összeget leküldeni ide hozzánk, amely utána pályázati kiírásokra lesz jogosult. Tehát, mint ahogy mondtam, delegáltakra is van szükség. Én azt szeretném, hogyha Csengerben úgy valósulna meg ez a delegáció, tehát egy mezőgazdasági vállalkozó, a minimum egy mezőgazdasági vállalkozó, egy egyéb vállalkozó és egy civil, hogy önök, ti megmondjátok, ki legyenek azok. Ezt hogyan tudjuk demokratikusan levinni? Úgy, hogy jövő héten kedden délután 5 órakor szintén itt összeülünk, kérjük a neveket, akkor is meg lehet tenni, és titkos szavazással meg lehet szavazni azokat az embereket, akik önök, akik ti akartok. Tehát ne az legyen, hogy az önkormányzatnál a polgármester, a képviselők mondják meg, hogy ki legyen itt, hanem ti mondjátok meg, önök mondják meg, hogy ki legyen az a delegát, akit ebbe az elnökségbe be tudunk küldeni. Az elnökség megszavazza ezeket az anyagokat, meg összeállítja, de onnantól kezdve majd maga a nagy líder fogja megszavazni minden egyes anyagot, tehát önök ti semmiféleképpen nem fogtok kimaradni ebből a munkálatokból, ezen előkészületekből, valamint a végszavazásokból sem. Tehát én arra kérek mindenkit, hogy most gondolkodjon, van egy körülbelül egy szűk hetünk, jövő hét kedden egy hetünk van, jövő hét kedden 5 órakor mindenkit itt szeretettel várunk, és akkor legyen meg ez a szavazás, legyenek meg azok a delegáltak, akiket önök, akiket ti akartok ebbe az elnökségbe.
Holnap nekünk kistérségi tanácsülésünk lesz még délelőtt 10 órakor, akkor fogjuk meghatározni, hogy honnan hány elnökségi tag legyen, mind a vállalkozó, mind a civil szféra, mind pedig az önkormányzat részéről, és nekem volt egy javaslatom, hiszen az egyházak kimaradtak úgymond a teljes képviseletből az előző lídernél is, hogy a 11 településről a három történelmi egyháznak egy-egy képviselője legyen benne ebbe az elnökségi tagba. Tehát egy római katolikus, egy görög katolikus és egy egyházi képviselet, református egyházi képviselet mindenféleképpen legyen benne. Ezt arra kérlek titeket, hogy ezt majd ti döntsétek már a 11 a felekezet, mindenki a saját felekezetével leül, és akkor megbeszélitek, hogy ki legyen bedelegálva, ki legyen az egy-egy fő, akit bedelegáltok majd ebbe a Szatmárlédet elnökségébe, hiszen ti akkor fogjátok tudni képviselni a történelmi egyházaknak a területeit is. Az, hogy mennyi összeget fogunk kapni, nem tudjuk, itt most dobálózunk a pénzzel, hallottunk már 1,2 milliárdot, hallottunk már 500 milliót, 600 milliót, meglátjuk, mire a fejlesztési stratégiát felállítjuk, és meglátjuk, hogy az Európa Unió Brüsszelben hogyan fogja elfogadni ezeket az irányelveket és ezt a támogatási formát is. Én azt szeretném, hogy minél többen tényleg aktívan részt vegyünk ebbe. Megkérdezhetnétek, mennyi lesz a tagdíj, nem tudom, majd megszavazzuk, mennyi legyen, ne, ez legyen a fő kérdés, szerintem ezt majd megbeszéljük, hogy milyen tagdíja járuljanak hozzá. Nyilván nem akarunk olyan nagy tagdíjakat szedni, mint a Szatmárlédernél volt, de valamilyen tagdíjat az alapszabály miatt be kell szedni, különben ugye nem engedik megalakítani a Szatmárléder vagy a Csengeri Lédernek a dolgait. Ez, hogy mi itt, mely szervezeten fog menni, valamikor a 90-es években alakult egy Szatmár-Belegi Települések és Közösségek Szövetsége nevezetű egyesület, amely jelen pillanatban szegény Mosolygó Miklós elhalálozott urai volt, polgármester volt, a vezetője, az elnöke, és ezt most alakítjuk újra. Alpolgármester, ügyvéd úr járja most ezt el, minél hamarabb meg legyen a tisztújítás, és ennek az egyesületnek a keretei belül, ami Csengeri bejegyzése van, Csenger városához van bejegyezve, vagy a mi helyrajzi számunkhoz van bejegyezve, ezt alakítanánk át, ebben lenne meg a tisztújítás, és ennek a neve alatt menne maga az egész lídernek a szerveződés. Utána, hogy majd átnevezzük, vagy maradunk a régi névnél, ezt majd megbeszéljük a részleteibe. Én ennyit szerettem volna elmondani. Aki úgy gondolja akkor, hogy váljunk ki, csináljuk meg a belépési nyilatkozatot, a jegyzőúrnál itt vannak a belépési nyilatkozatok, tehát ezeket már ki lehet akkor tölteni. Holnap kistérségi tanácsülés, szintén megállapodunk erről, tehát jövő héten kedden 5 órakor mindenkit várok akkor arra, hogy szavazzuk meg a delegáltakat, és június első napjaiba mindenki kapja a meghívót, pedig megalakul Csengerben 11 településsel, vállalkozóival, civil szféráival a Csengeri Járási Egyesület, Líder Egyesület. Úgyhogy én ennyit szerettem volna most rövid tájékoztatóként elmondani. Nem tudom, jegyző úr, akarsz-e még kiegészítést hozzátenni. Alpolgármester úr, ügyvéd úr, van-e kiegészítésed ezzel kapcsolatban? Valentinnek lenne még kiegészítése, és utána... Jó, a kiegészítés nincsen. Alpolgármester úr, parancsolj, egy észrevétel. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Polgármester úr elmondta, nyilván, hogy egy civil, tehát gyakorlatilag civil szervezetről beszélünk a jelen esetben, amely egy helyi akciócsoport megbízatási úgymond felhatalmazással fog bírni. Amit itt Korogus úr mondott, tehát azok a civil szervezetek, illetve azok a tagok, akik most a Szatmárlíderben tevékenykednek, azok ugye gyakorlatilag ki fognak záródni a támogatási lehetőségből, hiszen az a szervezet az 53 településre fog korlátozódni a, úgymond a ellátási területét illetően. Tehát aki líderes támogatást szeretne, vagy ahhoz szeretne hozzájutni, és a Csengeri járás területén rendelkezik székhelyjel, az csak ebben a szervezetben tud majd pályázni, hiszen a területi lehatárolások ezt fogják meghatározni. A tagsági jogviszony egy több észrevétel hangzott ezzel kapcsolatban. A tagsági jogviszony ugye az keletkezik és megszűnt. Tehát egy kilépési nyilatkozattal a most meglévő líder akciócsoportban meglévő tagsági viszony megszűnik, és a belépési nyilatkozat aláírásával az itteni már előzetesen ismert szervezetben pedig megképződik, és azáltal fog összeállni az a tagság, amely
gyakorlatilag ennek a civil szervezetnek a legfőbb döntéshozó szerve lesz, ugye a közgyűlési tagság által, és ezen tagokból, illetve jogi személyiségű tagok esetében ezen tagok képviselőiből állhat össze az a vezető testület, amely ugye itt ebben a civil szervezetben az elnökség nevet fogja viselni, illetve ehhez még most csatlakozik egy felügyelő bizottság is. Ezeknek a létszámát, illetve méretét majd nyilván a közgyűlésen meg kell határozni, és ennek megfelelően kell a döntéseket meghozni, a tagokat ebbe megválasztani. Alapvetően itt most a civil és a gazdálkodói szféra esetében a legfontosabb az, hogy döntsen arról, hogy tagként be kíván lépni, mert aki tagként be kíván lépni, az a közgyűlésen már választó és választható lesz, hiszen a közgyűlés sem, tehát rendes tagjává válik ennek a civil szervezet, és a közgyűlésen ezek a alapszabály rendelkezési értelmében, a törvény rendelkezési értelmében fog rendelkezni. Köszönöm szépen a kiegészítést a polgármester úrnak. Tehát a belépési nyilatkozatok itt vannak jegyző úrnál, arra kérek mindenkit, hogy ezt vegyék át, vegyétek át, és akkor ezt ki kellene most tölteni. Visszajuttatni a héten, igen, akit itt tölti ki, az itt, aki a héten még visszahozza. Én köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljöttek. Jövő héten, kedden 5 órakor mindenkit itt szeretettel várunk, akkor az ülés bezárom, további szép estét kívánok mindenkinek. Köszönöm. We'll be right back.